Jó napot, csak hallom, jó estét, szervusztok! Én úgy gondoltam, hogy ilyen elvtársi mikrofonnal itt szépen elmondom a magamét, és akkor ez nagyon jó lesz. Mert hogy nem kell adonáztam vele, és akkor így van, olaszosan tudok beszélni, tudod? Mert az nagyon sokat számít. Most gyakoroltam éppen Olaszországba, nagyon jó volt. Gyakoroltam egy kicsit a beszédet. Hát ugye hát ilyen 10 évenként meg kell szólalnom, azért az úgy elfelejti az ember még az anyanyelvét is. De azért jó, még nem kellett szótárat elővenni. Még olyan gimnazista koromban még olyan 6000 szót simán tudtam. Az anyám kikérdezte tőlem azt az egész szótárat, azt a kis szótárat, és abból körben minden 10. szót nem tudtam, de ott is tudtam valami hasonlót mondani. Úgyhogy akkor még ment a dolog, de most már elfelejtődött, de azért nem kellett még szótárat elővenni, és ez jó. Nincs is arra lehetőség. Tehát azt gondolod, hogy utazásnál te majd előveszed, és akkor a szótárból kinézed, azt úgy felejtsd el. Ugye senki nem fogja kivárni, mire a 3. szónál tart, azt tutira mindenki ott hagy. Szóval csak úgy mondanám, hogy azok az elképzelések, hogy majd, csak majd én kinézem, és akkor viszed, és akkor majd kiolvasom, és azt felejtsd el. Ha előre nincs ott, hogy mit akarsz, akkor ha nem, nincs odadugva, aláhúzva, mit könyvjelző, akkor felejtsd el, akkor nem fogja megvárni senki. Persze, mert menne a dolgára, te meg megállítod, és akkor lapozgatsz ott egy fél órát, tehát arra senki nem fog várni. Na jó van, a lényeg, hogy jól éreztük magunkat, el voltunk egy kicsit Ravennában megnézni a hun-templomokat, le is fényképeztük, most ugyan még nem hoztam magammal, de legközelebb hozom azokat a képeket is. Nagyon sok érdekes dolgot találtunk, megpróbálták elfedni, eltüntetni, elfedni, megsimliskedni, szóval voltak ilyenek. Tudnék, a hunokat úgy kellett beállítani, mintha azok pogányok lettek volna. De már 6000 éve is keresztények voltunk. Hát ezzel van a rettentő nagy baj. Mert ennek most már sorba jönnek elő a bizonyítékai, nagyon sok bizonyíték. Szóval annyi tárgyi és mindenféle írásos bizonyíték, amivel már nem lehet olyan nagyon könnyen mit kezdeni. Most már nyugati történészek is kezdik ezt mondogatni, nem mi, hanem a nyugati történészek, amerikaiak is kezdik ezt mondogatni, meg az indiánokról is érdekes dolgokat kezdenek mondogatni, mert hogy a mitokondriális DNS az elárulja pontosan a rokonságot, ott nem lehet hadoválni, szóval ez van baj, mert ugye a történelemben még lehet hazudni mindent. De a DNS nem hazudik, az megmondja, hogy kinek a rokona őse vagy boldog ismerőse, az pontosan megmondja, hogy te hová tartozol, kik a rokonaid, kik nem. És ez a lényeg. Tehát a többi az mind mellébeszélés, amivel minket itt etetnek már 100 éve vagy 1000 éve, de azok dumák csak, és az igazság az ettől sokkal máshol van. De nem baj, szeretném megtudni az igazságot, ha jó, ha rossz. Szóval nem az a lényeg, hogy nekünk sikerünk legyen meg, mint tudom én, följebb kerüljünk más népeknél, dehogy is. Nem kell följebb kerülni, de legalább arra a szintre azért nem árt. Szóval azért az nem árt, ha egy szinten vagyunk más népekkel, az azért jól jön. Nem kell fölé kerülni, elég a mellérendeltség nekem. Én azzal is úgy el vagyok, mert hogy vannak, akik csak úgy tudnak győzni, ha letaposnak valakit, de én nem. Én úgy vagyok vele, hogy nekem nincsenek alárendelt, meg fölérendelt fajok. Én mindenhol érdekes módon, akár megyek a világba, akár merre, én jól megértem magam az emberekkel, és az jó. Sok érdekes dolgot találtam a templomokban, még megmaradtak időfizika dolgok is, tehát az idő szerkezetéből megmaradt ábrák. Mária kép mögé be van rakva, tehát nem szedték ki, mert nem is látták meg, hogy mi a lényeg benne. Meg ilyen huncutságok vannak, hogy berakták a Mária kép mögé, vagy tehát háttérnek. És ilyet találtam például a barcelonai, van a Barcelonában egy kerub ábrázolás, és egy ilyen 6-szárnyú kerub ábrázolás van. Ugye, mert honnan erednek ezek a 6-szárnyú furcsa ilyen mitológiai, mert azt mondja, hogy mitológiai lény. A csodát mitológiai az az ő agyába született annak, aki rajzolta, tudnilik. Ott volt neki a szöveg, de nem volt mellékkép, és illusztrálni akarta. És mindenki a saját megértésének a szintjén elkezdi ezt illusztrálni. Ahogy ő érti, amennyit ő ért bele. Minden ember próbál elmenekülni az elől, hogy ő valamit nem tud. Az emberek általában nagyon rühelik, hogy ők valamit nem értenek, vagy nem tudnak. Hát a 20. század óta meg aztán ez már betegessé vált. Tehát már azért nem halad a világ, mert már szégyelnek az emberek még tanulni is. Tehát szégyeli, hogy nem tud valamit.
És ezért nem megy el tanulni se, és ezért olyan sárbuta maradt, hogy szörnyű. Mert nem megy el, mert elmehetne, mert az nem igaz, hogy nem mehetne el, vagy nem tanulhatna. Tanulhatna. Hát ha volna egy kis szorgalma, egy kis türelme, akkor tanulhatna. Miért mennyibe kerül most egy szótára az antikváriumba? Na, mennyi? Egy korsos sorára, vagy tudom én, ez mennyibe kerül? Egy használt szótár. Érted? Szóval mi az, hogy nem tudod megvenni? Hát menj már, ne szórakozz már velem. Ez hogy mondjuk egész életedet végig siránkozott, hogy nekem nem adatott meg. Dehogy nem adatott meg. Hát bemész abba a nyüves könyvtárba, egy évre beiratkozol annyi pénzért, amire egy könyvet megveszel. Egy 2001 könyv, most 2000-re beiratkozol a könyvtárba, nem tudom mennyi most a könyvtár, nem is tudom. És már régen nem vagyok könyvtári tag. Nagyon sok könyvtárnak voltam a tagja a régebben, de most már régen nem vagyok könyvtári tag, mert a saját könyvtáram is bőven ellát engem olvasni, valóval azt se tudom végig olvasni. A 6000 könyv nem biztos van át, úgyhogy meg még mindig jön hozzá. És ez már bőven elég olvasni valóval lát el. Meg még ugye a gyűjtések, mert hogy az internetről rengeteg könyvet ingyen is le lehet gyűjteni. Rengeteget, 100000-et le lehet gyűjteni. Szóval amilyen nyelven akarsz, amilyen könyvet akarsz, minden. Csak oda kell figyelni. Ha odafigyelsz, akkor lehet. Ha nem akarsz, csak nem akarásnak nyögés a vége, úgy szokták mondani, akkor biztos, hogy nem fog sikerülni. Tehát ma nagyon divatos ez a siránkozás. De szerencsére itt van egy lelkes brigád, és ez a lelkes brigád 91. november 7-e óta együtt van. Ez jó kis időszak. Ugye november 7-én kezdődnek a nagy forradalmak. Ez nem a nagy októberi szocialista volt, ez a nagy novemberi nem szocialista volt, de a lényeg, hogy akkor kezdődnek a nagy forradalmak, és a lényeg, hogy ebben a forradalomban mi most mint jót akarunk. Tehát mint minden forradalom jót akar, persze maga módján, jót akarunk, és ugyancsak a népnek akarjuk, csak hogy mint senkit nem akarunk ezért legyőzni. Nem legyőzni kell. Mennek ezek a harcok, hogy most akkor törüljék el a finnugor. Ezért törüljék el persze, de azt törüljék el maguktól. Nem lesz könnyű. Mert nem azt jelenti, hogy a finnekkel mi nem vagyunk rokonságban. Ez sem igaz. Ez nem igaz, mert már a csak úgy tud győzni ott is, hogy azt mondja, hogy nekünk semmi közünk nincs a finnekhez. Igen, csak hogy a szómák meg benne vannak a 24 hun szövetségi nép között. Ugye a szóma, olvasd el az Arvis urában, ott van, csak hogy szómáknak hívják őket, szóma népnek hívják őket, a szóminek hívják most Finnországot maguk. Szómi, úgy hívják saját maguk. Hát persze, tehát benne vannak a szómák, de ez nem azt jelenti, hogy mi őtőlük származnánk. Ez pontosan ugyanolyan marhasság, gondold végig egy kicsit, tudnélék, az Európai Unióban most benne vagyunk, de nem az írektől származunk, azok is benne vannak, de attól még mi nem az írektől származunk, mondjuk, vagy nem a grönlandiaktól még inkább, nem a dánoktól, de ez nem azt jelenti, hogy azok rossz emberek. Tehát itt van az emberi probléma, hogy csak úgy győz, hogy mindenki hülyébb tőle, dehogyis. Minden népnek megvan a maga küldetése, az Isten zsebében van mindegyik, és mindegyiknek megvan a maga kis küldetése. Mindenki csinálja meg a magáit, összerakjuk, amink van, és abból még egész jó gyerek is kisülhet. Ugye, mert hogy ehhez neki kell állni, és csinálni kell. Nagyon sok levelet kaptam mostanában, most kezdik. Hát kellett hozzá egy 2 év, mire elkezdték felfedezni a szótáraimat, most már kezdik felfedezni az interneten a szótáraimat, ingyen van kitéve. Mindenki veszi drága pénzekért a szótárakat, azt ott van ingyen. És akkor most elkezdték felfedezni a szótárakat, és egyre inkább birkálnak. Mert volt olyan is, hogy odaírt, hogy mit tudom, hogy ez a szó nem úgy van, mondom, hát javítsuk ki. Ezt ki lehet javítani, ezt a szótárat, mivel ott van a forrás, és nekem én írtam, tehát bele tudok javítani bármikor, mondjad azt, hogy melyik szót írtam rosszul, és abban a pillanatban kijavítjuk, és akkor jó, rendben lesz. Mert hogy ő Norvégiában él, azt nem úgy mondják a norvégek. Hát mondtam, ezt egy norvég szótárból vettem. Hát miből? Hát norvég szótárból vettem ezt a szót, és hogy lehet, hogy nem úgy mondják a norvégek most már, mert ez egy régi norvég szótár, hát mit tudom én. Azzal én nem foglalkozom, de nagyon sok olyan dolgot mégis oda tudtam adni, hogy meg lehet nézni egy kicsit azt, hogy mi lesz ezekből a nyelvekből az évszázadok vagy évezredek alatt.
Mert hogy meg kell keresni bennük az azonosságot. Nem az eltérést kell mindenáron hőzöngve keresni, hanem azt kell megkeresni, hogy mi a népek között az azonosság. És ebben már nagyon sok érdekes dolgot lehet találni. A DNS megmutatja, ugye, hogy kik a legközvetlenebb rokonságunk, azt megmutatja. Érdekes módon ez a legközvetlenebb rokonság, magasra vetted nagyon hangomat és cseng, nagyon nem lett ez így jó. Tehát a legközvetlenebb rokonságba tartoznak például az indiánok. Milyen érdekes. Tehát vérrokonaink az indiánok. Azért vegyétek észre, hogy nagyon imádtuk az indián könyveket. Tehát a mai Károly könyveket, aki egyébként, ez a mai Károly az nem magyar volt persze, ez a Kármai, ez egy német volt, akit a Gestapo is üldözött, meg aztán a későbbi, hogy hívták a következő? Hogy hívták? Stázi is üldözte. Na így van. Tehát az is üldözte, és milyen érdekes, ugyanaz a Pali volt a Stázinál, aki üldözte, mint aki a Gestaponál. Na erre varják gombot. Tényleg, szerencsétlen, egész életében végüldözte, ezt nem engedte a könyveit megjelenni, meg, de üldözte. Nem tudom, lehet, hogy meghágta a barátnőjét, én nem tudom, de az biztos, hogy ez végüldözte egész életén keresztül. Hát mi, hát ilyenek azért az emberiség történetében nagyon sokszor vannak, ha megkérném, hogy vedd már le nekem a hangszínemet egy kicsit mélyebbre, mert nagyon csengbom fücsör. Ha még halljam a technikus. És sokszor ilyen van, hogy hát mondjuk, csak úgy mondanám, hogy miért nincs matematikai Nobel-díj. Ugye? Hogy miért nincs matematikai Nobel-díj? Hát tudod, hogy miért nincs? Mert a Nobelnek volt egy barátnője, akit egy matematikus meghágott. És ezért matematikai Nobel-díjat szigorúan tilos osztani. Na mostan, ez ilyen. Az élet jön szembe. Tudod, így szoktam mondani, hogy jön szembe az élet, és megviccel. De persze, néha jó, néha meg hát katasztrófa. De hát innen lehet látni, hogy azért a Nobelben is volt egy adag, hogy mondjam, kis pálya. Volt benne egy adag, mert az összes matematikust meg akarta büntetni, nem csak azt az egyet, hanem az összeset meg akarta büntetni emiatt. De a dolgon ez nem változtatott. A helyzet az, hogy nem mindegy, hogy egy várba belőnek, vagy egy várból kilőnek. Ezt azért mondanám a hölgyeknek, hogy az nagyon nem mindegy. Hogy én csinálok a szomszédnak gyereket, vagy pedig a szomszéd csinál nekem, és én fogom fizetni végig. Az nagyon nem mindegy. Na most érdekes statisztika van, mert hogy a németek csináltak egy statisztikát, hogy a gyerekek harmada nem az apjától van. Vagy az apjától van, persze, csak nem a papír szerinti apjától van, hanem a vér szerintitől, persze. De hát a nők harmada keres magának egy macsót, attól van egy gyereke, és teresz magának egy balekot, aki ezt majd fölneveli. Most kivetted egészen a hangomat, de kicsit a magasból vegyél csak vissza, és akkor jó lesz. Mert most már egészen kivetted a hangomat. Tehát a macsóval genetikailag kerül rokonságba, a balek meg ugye pengeti a pénzt végig, ugye az adja magát. Tehát egy jó kis papucsot keres magának otthonra, aki majd hordja a lóvét zsákszámra, és ehhez legyen tehetsége, máshoz nem érdekes, majd a gyerekeket megcsinálja más. Ki, mert Olaszországban jártak. Nagyon érdekes, mert a Berci fiam, aki most ugye egyetemista már, az megnézte, hogy melyik országban fogy a legtöbb Viagra. Na mit gondoltok, hol? Olaszországban. Képzeljétek, hogy Olaszországban van a legnagyobb Viagra fogyasztás, mert az olaszokat meghaladta a hírnevük, vagyis a képességüket meghaladta a hírnevük. Az összes Németország összes nője oda járt kalandozni, és hát ez szerencsétlen olaszok már nem bírták fizikailag. És nyomják a Viagrát, mint a gép. Nem érdekes? És hát persze, így ezért, hát ugye rettentően göndörhajú fekete gyerekek születnek Németországban szőke helyett. Ugye, rettentő sok ilyen fényt kapott, meg ilyen furcsa gyerek születik. Hát persze, mert hogy azért olyan barnás a bőre, mert fényt kapott. És mindig van rá magyarázat, az mindig van. És a lényeg tehát, hogy rokonságunk van
az indiánok között, de a dél-amerikai indiánok között is. Észak-Amerikában vannak olyan indián törzsek, ahol hát legalább 250 szóra rögtön ráismernél. Lehet, hogy nem azt mondja, hogy négy, hanem azt mondja, hogy topa. Topa. De vedd észre, hogy a tipi topa, az mint kifejezés még szerepel a szótárunkban, már fiatalok nem biztos, hogy ismerik, de az ilyen top, tipi topa az olyan, ilyen, nem a tip-top, az más jelent. A tip-top az valami nagyon rendesen megcsinált dolgot jelent. A tipi-topa az más jelent, az ilyen bénázó, az ilyen szerencsétlenkedő. Ilyen, hát ennek a nem egészen a szinonimája a töketlen. Hát azt inkább lányokra szokták mondani. Tehát mikor nem tud eldönteni, hogy jobbra megy, balra menjen, aztán nem megy egyenesen. Szóval. És ugye ez egy autós szabály, hogyha egy nő előtte, egy szökkenő megy előtted, és jobbra indexel, nem biztos, hogy balra fordul. Tehát ez egy alapszabály. Ez nagyon vésd a fejedbe, mert ezt én már ezerszer megértem fizikailag. Aj, az abszolút. Az ott van. Mert meglát egy valamilyen boltot, ami az ő kis izéjében volt, a programjában volt, és elfelejtette, és így hadsávot így keresztül vág ferdét, nem cicózik, nem izé, nem indexel, semmi, hanem így gyú, kormány, és megy így. Hú, mindenki kinéz a szélvédőn, úgy fékez, és csak az őrangyala az, aki megvédi ilyenkor, hogy nem csattannak bele ezerrel, mert hogy ne, ő aztán oda nem néz. Nem is tudja, hogy tükör van, mi az a kis vacakot. A tükörből félsüködni szokott. Na, tehát a lényeg, hogy hát van, akinek inkább kecske vezetési jogosítványt adnék, nem autóvezetését. Ugye azért én most már leközlekedtem elég sokat az életemben, hogy biztos, hogy ötször körültaztam már a földet, mentem annyit. Hát most is mentünk, el voltunk Olaszországban, meg Franciaországban. 1500 kilométert mentünk autóval. Nagyon jó volt, nagyon szépeket láttunk, nagyon érdekeseket láttunk. Kutatási út is volt többek között, mert csak valamire én nagyon kíváncsi voltam, hogy az biztosan, mint beverhetem, mint a jégfalba a szöget. Az sem maradott. Majd tavasszal kieszi a fene, de addig föl lehet rajta mászni. Na, most nekünk az érdekes, hogy eljussunk a csúcsra. A többi az mellékes, hogy utána az a jég ott elolvad. Tehát kit érdekel? Tehát itt vannak a bajok, hogy mindent véglegesre akarnak csinálni. Jégfalban nem verünk véglegesen szöget. Mert jön a nap, kiolvad, kész, és már nem is jó. De arra jó, hogy följussál a csúcsra. És amikor már onnan körülnéztél, megvan a panorámád, látod a dolgokat, akkor már azzal nagyon nagyot lehet előrelépni. Mert akkor már átlátásod van. Annál még feljebb mész a világűrbe, akkor még nagyobb átlátásod van, mert ezért erre kell gondolni. Tehát, hogy a minek nekünk űrhajózás? Hát csak nézd meg, hogy mennyivel másabb módon látszik a Föld a világűrből. Amit a Földről soha nem látsz, meg repülőről se. A világűrből nagyon mást látsz. És akkor onnan, lefényképezve a Földet, olyan dolgokra lehet rájönni, akár mezőgazdasági, akár más ügyekre. Például rájöttek, hogy az elszíneződési foltok összefüggésben vannak a kolera járványa. Tehát a kolera járvány a Földön elszíneződésekkel jár együtt. Na most az a kérdés, hogy a kolera színeződik el? Nem, hanem bizonyos planktonok jelennek meg, és ezek a planktonok akkor jelennek meg mindig. Tehát abszolút összefüggés van. Igen, ezek hordozzák a belükben a kolera járványt. Na ezt képzeld el, hogy az látszik a műholdról. És ahol az megjelenik, akkor rögtön már rá lehet mozdulni. Tehát olyan ellenintézkedéseket lehet tenni, hogy ne törjön ki a járvány. Mert abban az időben, amikor azok elszaporodnak, akkor mindig kiszokott törni a kolera járvány. És ezek mind lényegesek, ez csak szűrőket jelent, mert ezek kiszűrhetők. Tehát olyan véglényecskékről van szó, amit ki lehet szűrni, akár homokszűrővel is. Ha mink is olyan vizet iszünk, amit homokon keresztül szűrnek meg. Ugye? Tehát ezek a kutak a Dunaparton, amik vannak Szentendrénél, azt is javarész Budapest. Tehát nem egészen igaz az a régi mondás, hogy ki a Duna vizét issza, saját vizét issza vissza. Szóval ez nem egészen igaz, mert mi a bécsiek vizét isszuk vissza, és akkor tőlünk meg délebre, meg a mi vízünket isszák vissza. Tudnélik,
a víztisztítók azok ugye a kavicságyon, meg a homokágyon keresztül szűrik meg a vizet, és az nagyon jó kiszedi a dolgokat, bizonyos dolgokat, de csak bizonyos dolgokat. Tehát az ázalékokat, meg ilyen lebegő szennyeződéseket kiszűrik, talán még a baktériumokat is kiszűrik valamilyen mértékben, de például mit? Például a hormonokat nem, például azokat a női hormonokat, amit a Bécsbe fogamzásgátlót szedik a nők, azt a budapesti nők megisszák, ezért azért, mert a bécsiek szedik, a budapestieknek se lesz gyereke, képzeld el. Mert a hormonokat nem is vizsgálták soha hosszú ideig, nem is figyeltek rá. És azok a hormonok bekerülnek az ivóvízünkbe, és ettől kezdve elkezd így a népesség visszafelé csökkenni a szaporulat. Mert hogy olyan hormont kapunk föntről. És akkor akik legfölül vannak a folyóvölgyekben, azoknak lesznek gyerekei, akik legalul, azok már kezdenek kihalni. Ugye, mert jó ötletnek látszott az, hogy tabletta nem kell félni a gyerektől. Ez jó ötletnek látszott, de aztán vannak azért neki problémái is, amit nem nagyon szoktak hangsúlyozni. De ezek mind-mind nagyon fontosak. Jó, mindenkinek joga eldönteni, hogy mikor szeretne ő gyereket, ez rendben van. Tudod, de az a nagybüdös harci helyzet, hogy hát olyan 8 millió gyereket körülbelül megöltek már a második világháború óta, de inkább 10-et. Magyarországon. Csak Magyarországon. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy már másfél-kétszer ennyien is lehetnénk akár, ami nem biztos, hogy nekünk rossz lenne, csak úgy mondanám, hogy nem biztos, hogy nekünk rossz lenne, és statisztikai tény, a Földön a nők egyharmada már egyáltalán nem szül gyereket. A nők egyharmada. Na most azt gondolnád, hogy persze joga van eldönteni, én nem mondtam, hogy nem, de milyen érdekes. Miután az egyharmada már nem szül gyereket, ez az egyharmad, ennek az egyharmadnak a 90%-a mind szélütött lesz, amikor 50 éves lesz. Mind bolond lesz. Mind. Ezek itt sírnak, zokognak a vállamon. Én ezt pontosan tudom. Hát én, mint lelkész, higgyétek el, jól látom, hogy milyen emberi problémák érik az embereket, és a hölgyeket is. És bizony nagyon nagy problémák érik, mert amikor már rájön arra, hogy visszafordíthatatlan a dolog, akkor kezd el agonizálni, hogy most kellene. Haver, hát most ébredezel? Hát 20 éves korodban ébredeztél volna, mert hogy tudod, az van, hogy nekem jogom van, igen, akár 60 éves korodban is lehet gyereket, hogyha még összeügyeskedik neked az orvosok mindenféle hormonnal, meg minden fenével, csak egy nagy baj van. 80 éves leszel, ha még egyáltalán megéred a 80 évet, mire az a gyerek egyáltalán felnőtt lesz. Most ezt nem gondolják végig az emberek, hogy tehát azt még föl is kell nevelni, az még idő. Nyugdíjból akarod fölnevelni a gyereket, vagy mi a csodát képzeltél el? Ugye, mert ez meg akkor meg önzés. Tehát ezt én úgy nevezném inkább, hogy önzés. Nem okosság, ez önzés. Mert ő egész életében rázni akarta magát, és amikor elfogyott minden, akkor most voltam a Monte Carlo-i kaszinóba, ott, hát ott kb. A háromnegyed része a hölgyeknek ilyen 60-80 év körüli nőszemély volt, és ott rázták ezt az automatákat, és próbálták, ezek mind ilyen nagyon túlfestett, túlizélt, pörgött, és nagyon vastag özvegyasszonyok lehettek, gondolom, akik a férjüktől elörökölték a pénzt, nem tudnak vele mit kezdeni, mert ő se befektetni nem tudja, se kezelni nem tudja, semmit nem tud. Ő csak eltapsolni tudja, semmi más nem tud vele. Gyereke nincs, mert egész életében azért rázta magát, gyereke az nincs, utódja nincs, az államra nem akarja hagyni, ott tapsolja el, elszórja a pénzt. És lehet látni, hogy ezek ilyen abszolút szenvedélybetegek, tehát azok ott bizonyítani akarnak valamit. Ugye most kijön neki egy halom apró pénz ebből a szutyok automatából, hát most nyert rajta 100 000 forintot, de elvert már 500-ot. Szóval ezek mind úgy vannak kitalálva, hidd el, ezek az elektronikus vackók, hogy te biztos nem nyersz. Tehát a végeredmény kb. 5% pénzt kiosztanak, a 95-öt meg zsebre teszik. Az úgy van kitalálva. Tudom, játékmester voltam, üzletvezető voltam ilyen játékteremben. Én tudom, hogy ott esélyed nincs. Mert az úgy van kitalálva, hogy te neked ne legyen esélyed. Mindig legyen egy kis behetetés. Tehát az, hogy kicsit hagynak nyerni, akkor föllelkesedsz, hogy most aztán elviszem a főnyereményt, csak a maradék pénzedet is elviszi. Pillanatok alatt. Adtam a fiamnak egy kis pénzt, na, mennyit nyersz vele? Pillanatok alatt elvesztette, nem mondom, na látod.
Tehát így pillanat alatt veszti el. Nem, ezért 3 perc alatt elvesztette. Be akart menni pókerezni, jól tud pókerezni a Berci fiam. Jó, be akart menni pókerezni. Tudod, mennyi a beugró? 250 000 forint. A beugró. Tehát azért még csak leülhetsz az asztalhoz, még nem nyertél, még semmit nem kaptál, csak leülhettél az asztalhoz. Na hát ez úgy nem, ugye el van eresztve. Tehát úgy el van eresztve, ilyen ezer euró alatt nem lehet ott keresni valód nincs. Vagy mit tudom mennyi. Tehát nagyon sok. És azt is elszedik tőled, szóval ott a büdös nagy gengszerek vannak, ott a pillanatokat kinyerik a szemedet. Mert hogy ezek abból élnek. Hát azok úgy értenek hozzá, hogy van megcinkelve a kártya, hogy te neked arról álmod nincs. És pillanat alatt elviszik. Térjünk vissza inkább a teremtés gondolatához, mert az a legizgalmasabb, ami csak létezhet. És a teremtés gondolatából is jó lenne, ha lenne tábla, de nincs. Most nézegettem, de nincs tábla. Nincs tábla. És elgondolkoztunk rajta, hogy most már újra megjelentek azok az újabb hallgatók, mert hogy mindig megjelennek újabbak, akik megint nekiállnak és tovább viszik egy kicsit a dolgot. A készet mindig mellé szoktam tenni. Tehát én volt olyan, aki el is rohant, azóta se láttam. Tehát akkor valami őrült nagy munkát megcsinált, akkor mindig mellé teszek egy jobbat. De csak akkor. Tehát megmutatom neki, hogy nem tőled vett, tehát nem te csinálod meg helyettem, és csak itt van készen. De csak akkor mutatom meg neki, amikor megoldotta a feladatot. Mert ha megoldja a feladatot, akkor megláthatja, hogy jó a végeredmény. Mert ez az igazi nagy belső érzés. Mindegyikötök úgy van, hogy amikor valami igazán sikerül, az úgy belül egy borzasztó jó érzés. Amikor úgy valamit sokat dolgozol vele, csinálsz, és akkor kész van. És az milyen jó érzés, hogy na, megcsináltam, készen van. Pláne a hibátlan, pláne a szép. Hát az annyira nagy örömmel tölt el. Ezt az alkotási vágyat már kevesen ismerik. Mindent készen akarnak megvenni ma már az emberek. Nem mernek neki kezdeni alkotni. Szóval borzasztóan nagy dolog az, amikor az alkotásba kiéled magad. Hát aki járt nálam, tudja, hogy én mindenféle, nem értek én semmihez, de mindenféle ezt hozzákezdtem, és azért ott azért van valamilyen eredmény. Nagyon aranyos volt a feleségem, amikor 10 éve volt már a feleségem, tehát vagy 12 éve, tehát már nem éppen tegnap ismertük meg egymást akkor, mert most már lassan ez is lakodalmunk lesz. És az a lényeg, hogy soha nem látott engem rajzolni. 12 éve együtt voltunk, soha egyáltalán nem látott engem rajzolni. És akkor neki láttam ablakot, színes ablakot rajzolni, csinálni, és akkor láttam, hogy teljesen elcsodálkozott, hogy te ezt meg tudod csinálni. Mondom, tudsz rajzolni? Mondom, már persze, de hát mondtam, neki tudok rajzolni. Igen, de nem látott. Akkor az nem is biztos, akkor lehet, hogy csak én mondom. Hát, de hát ez ilyen. De ez tényleg ilyen, hogy ha nem látod valakinél, akkor elképzeled, hogy hát lehet, hogy tud, lehet, hogy nem. De ha megcsinálod, az a valami. Amikor készen van, az a valami. Hát az ablak készen lett. Talán most már jobbat csinálnék. Mert hogy az ember változik, és mindig jobbat igyekszik csinálni. Tehát nem a saját alkotásodnak kell állandóan kitapétázni a házat, és akkor azon vergődni, hanem csinálni mindig egy jobbat. És az nagyon jó. Tehát az új alkotása is nagyon jó. Ezért szoktunk a táborban, tudod, hogy mindig vannak ilyen kézműves foglalkozások, és akkor hát ilyen gyerekeknek, haha. Csak hogy beszoktam mondani, hogy nem csak a gyerekek mehetnek, hanem a felnőttek is jöjjenek nyugodtan. És ugye utána a felnőtteket bombával nem lehet kirobbantani, ott egész nap ott ragaszgatják a kis mintákat, meg festegetik, meg ragaszgatják, és milyen gyönyörűséggel csinálják. Mondtam, hogy akinek kimaradt az óvodás foglalkozás, az is jöhet nyugodtan, az is iskolás foglalkozás, az is jöhet nyugodtan. Itt nem mondjuk el senkinek, hogy te nem értettél hozzá, mert ezeknek ez a lelki bibéje. Tehát, hogy szégyeli, hogy ő óvodás korában, mit tudom, nem tanulta meg az ingyom-bigyom, táliber, tutáliber, máliber. Lehet, hogy nem jutott el az óvodába, lehet, hogy akármiért nem, de
De hiányzik neki az életéből, mert mondjuk az unokájának el kéne énekelni, vagy jön haza lelkesen az unokája az óvodából, és nem tudja vele énekelni. Mert gondba van, ugye? Gondba van, mert nem, az unokája énekli, és akkor ő ezt nem is ismeri, meg nem is izé, és akkor igazából egy ilyen frusztrált hülye helyzet keletkezik, mert az se jó. Éld meg azokat a pillanatokat. Mindig azt szoktam mondani, hogy ezek nem jönnek vissza a büdös életbe. Tehát nem fog még egyszer majd hazajönni. Jaj, de rendes ember, nézd ide, mosolyog. Nagyon jó. Ez igen. Erik, köszönöm. Van toll is? Piros-fekete. Piros-fekete. Spasziva basi, tavaris bufétnyik. Tehát... Pannyal. Értette. Tehát a lényeg, hogy ezek a dolgok végig ott vannak előttünk, ezek a megoldások és a világ megoldása is végig ott vannak előttünk, és ezeket a dolgokat kellene egy kicsit az új emberek felé mutatni. Egy ilyen 20 percben szeretném nektek elmondani, hogy a világegyetem szerkezetét. Ugye, miből keletkezett a világ? Mindig másképp mondom el, csak figyeljetek, sosem ugyanazt fogom megismételni. Tehát miből keletkezhetett a világ? Egy dolog biztos kell hozzá, dinamizmus. Tehát, ha nincs dinamizmus, akkor biztos nem működik semmi. Keringenek az elektronok, az bolygók, a galaxis, az emberbe fortyog minden, tehát tele vagyunk, mozgunk, hadonászunk, stb. Tele vagyunk mozgással, dinamizmussal. Mozgás nélkül nincs semmi. Tehát akkor egy valami biztosan kell hozzá. Idő. És csak egyetlen egy dolog van a világegyetemben, ami dinamikus. Semmi más nincs. Azaz maga az idő. Na most akkor, mi az idő? A mai fizika szerint az idő az egy semmi. Valóban nem is érdemes foglalkozni. Tehát azt mondja, idő, hát az a, nem, az egy T. Egy T betű, a tempus, latin eredetű, vagy time, mert angol is T betűvel kezdődik, de ez most teljesen mindegy. Mind a kettő időt jelent. De mit kellene nekünk akkor megnézni? Milyen lehet az idő, hogy működik, hol lehet az idő egyáltalán? Van itt, ahol vagyunk, van idő? Egész biztos, hogy van, mert tudok hadonászni. Ha nem tudok, így állna, mint a Csipke Rozsik a mesében állna minden, akkor nem lenne idő. De az az érdekes, hogy akkor is kellene valamiféle dolognak lenni, mert a Csipke Rozsika atomjai léteznek. Ugye? Tehát a vár is létezik, a Csipke Rozsika is, meg a lófarkas herceg is létezik. Tehát, aki majd bemegy, de az egy biztos, hogy rossz hercegek mentek be, a Csipke Rozsika háromdimenziós volt, a lófarkas herceg meg négy. Honnan veszem én ezt a furcsaságot? A Csipke Rozsika 16 éves korában megállt neki az idő, és megállt a palacsinta a levegőbe, és így tovább, de ez a lófarkas herceg, akinek azt mondják odakint, hogy most pedig, ha oda bemész, akkor neked véged van, mert hogy onnan senki nem jött vissza. És tényleg ott vannak a lófarkas hercegek sorba, nekik is megállt az idő. Tehát beléptek ebbe a zónába, és kész. És ott vannak sorba, nem lett nekik semmi bajuk, hanem mi is történt? Csak időmegállás volt. De a lófarkas hercegek megmaradtak, tehát nem haltak meg, nem porlottak el, semmi nem történt, a palacsinta sem esett le, tehát állt az idő, ez a levegőben megállt a palacsinta, ennek nagyon komoly szerepe van a mesében. Miért? Mert a gravitáció sem működik, tehát nem esik le a palacsinta, így van, ahogy észrevetted. Tehát, hogy itt valami teljesen más közegnek kellene lenni ebben a váron belül, a várkerítésén belül, várfalon belül, mert kint a faluban mondták neki, mit is jelent az, hogy mondták neki? Hogy ne menjen be, se tudom, mit jelent? Hogy ott nem áll az idő.
Csak bent a vár lokálisan áll az idő a váron belül, de a váron kívül az idő megy tovább, az emberek esznek, isznak, szántanak, metnek, aratnak, születnek, meghalnak. Tehát ott folyik az idő. A váron belül kerek 100 éve áll az idő. Honnan tudjuk, ugye, mert a mesében ez mondva van, kerek 100 éve áll az idő. Tehát ez a királylánya a mi mesénkben szereplő 116 éves barna kislány, foga sincs már, megyen a regiment után. Volt egy ilyen énekünk. Tehát ez akkor a Csipke Rozsika, a 116 éves barna kislány a mi énekünkben bizony, mert az pont 116 éves. És a 116 éves születésnapján jön Lecsó és Kolya. És Lecsó Kolya. Ugye? És akkor hirtelen megindul a várban az idő, a kukta megkapja a nyaklevest, a palacsinta leesik, stb. Tehát ez valami nagyon fontos dolgot mond el az időről. Lokálisan is megállítható, tehát valami egészen fantasztikus dolgot mond, de vegyétek észre, hogy lokálisan megállítható az idő. Van-e még ilyen mesénk, ami teljesen független ettől a Csipke Rozsikás mesétől? Bizony, tele vagyunk indián mesékkel, meg még van ilyen a magyar népmesék között is, bizony. Tehát ezeket érdemes egy kicsit megnézni, elolvasgatni, most már más szemmel, ne a mesét keres benne, hanem a történések sorrendjéből próbáld összeállítani, miről is szól ez a mese. A néprajzkutatók többet tudnak fizikából, mint a fizikusok, komolyan mondom. Mert a néprajzkutatók közül volt, aki rájött arra, hogy ez nem más, mint a téridő, ami ebben a Fekete Ország című mesében például el van mesélve. Ez a Kösz tanár úr volt, aki rájött erre. Tőlem teljesen függetlenül. Rájött arra, Békés Csabai Művelődési Házban dolgozott utoljára, amikor információm volt róla, az nem régen volt, egy fél éve, és a Pap Gábor féle csapathoz tartozott, és megjelent a Pap Gábor féle társulatnak, vagy 8-10 kutatónak a tanulmánya egy könyvben, az volt a könyvnek is a című, hogy Fekete Ország, nekem megvan, meg tudom mutatni. Tessék? Igazad van, Csodakút. Köszönöm. Tehát nem Fekete Ország, csak a mesének a könyvnek a címe valóban Csodakút, a feleségem tudja. Az az, hogy én tudok mindent, ő meg mindenki jobban tudja. De ennek igaza van. De egyébként abszolút igaza van, mert tényleg Csodakút a dolognak a neve, vagy a könyvnek a neve. Tehát ez a lényeg, hogy ebben ezek a néprajzkutatók leírt mindegyik egy mesét, egy ilyen meseanalízist. És egészen fantasztikus dolgokat írtak le, és ott lehet látni bizony, hogy olyan nagy dolgokra rájöttek, hogy például a téridő meséje van ebbe a Fekete Ország című mesében. Na de mi lehet a téridő? Ugye van egy baromi nagy tévedés. Mi is, ahogy kezdődik ez a tévedés? Hát, hogy összerakják az almát a körtével. Tehát a fizikusok, akik egyébként matematikából általában jól képzettek, a skaláris időmennyiséget összerakják az XYZ vektor mennyiségekkel. Kezdi csókolom. Jó napot kívánok, ébresztő. Összerakják vele. De hát drágaságaim, hát minden függvényünk így van leírva, időfüggvényünk, egyik tengelyen T van, a másik tengelyen, mit tudom én, mi van, amplitudó, valami. Tehát így vannak leírva az időfüggvényeink, és egy ilyen vacakkal próbálnak engem bolondítani, hogy ez a hullám. Mondom, ne, komolyan. Most ezt komolyan mondod? Ennek a tolnak merre mennek a hullámai? Mindenfelé. Hát akkor hogy rajzolhat ilyet? Érted? Hát ne hülyeskedjünk már, vicc, ez vicc. Nagyon nagy vicc. Hát hogy lehetne neki ilyen hulláma? Mert ilyet, mint a víz tetejének a metszete, ott is csak egy metszeti hullám van. Gravitációs hullámoknál, meg tudom mutatni nektek, rengeteg ilyen kép van, gravitációs hullámoknál olyan hullámokat rajzol mindig, mint a víz tetején, ami megy. Tehát bedobsz egy követ a vízbe, és akkor ilyen víz tetején megy ilyen hullám, ilyen kör alakú hullám, ezt rajzolgatja. No, síkagyú, büdös, minden itt neki, hát szakadjatok már ki ebből a hülye síkagyúságból, hát nem ilyen hullám, hát gömbhullám. Hát nem, a gömbhullám az nem ilyen hullám. Lehet, hogy az időbeli lezajlásában lehet színusz, mert mit tudom én, színuszos
azt mondom, hogy í, akkor az egy viszonylag színuszos hang. Ha átmondjuk, az már nem. Az á, az már egy ilyen kis csillapodó rezgés sorozat. Azt mondom, hogy a, vagy á, akkor ilyen az oszcilloszkópon így néz ki. Ilyen, megint egy ilyen. Ilyen az á betű, így néz ki. Az á betű, meg az a. Az i betű az egy viszonylag színusz. Hát ezt hívják színusznak a matematikában, ezt a ilyen hullámvonalat, de hát ezt tanulta mindenki valamilyen szinten, vagy látta már, az biztos. A víztetején mindenki látta. És nem kell ez matematikusnak lenni. Úgy se jó, semmire felejtsd el. Szóval a matematikában jó, csak egy nagy baja van ennek. A színusz nem kelti semmi. Pont. Érted, mi a baj? Nincs generátor elem a fizikában. Kifelejtették a generátor elemet. Mi az a generátor elem? Hát ami a hullámot csinálja, gyerekek. Hát a hullámot valaminek csinálni kell. Olyan hullám nincs, amit semmi nem keltett. Olyan ez nem létezik. És itt ezen a ponton totálisan elvarrontva az egész fizikánk, úgy, ahogy van, átozzék, mert az mindjárt az indulást elrontotta, és erre építette rá ezt a sok szart. Érted? A hegyet épített rá. Ja, de drágaságaim, hogyha a kezdő lépés nem jó, hát akkor az egész építményed, hát homokra épített vár. És ez bizony az. Egy ekkora nagy jegyes kapnak a fizikusok tőlem, kilóg az osztálykönyvből, olyan nagyobb. Úgyhogy ezért kell nekünk egy kicsit együtt gondolkodni. Gondolkodni, nem vagyunk mi okosak, én sem, meg ti sem, meg se, mindenki buta. Ez a buták gyülekezete. Csak tudod, az a helyzet, hogy én már föltettem a kérdést, ő miért nem tette föl magának? Mondjuk egyik diák sem, csak úgy mondanám, hogy a Műszaki Egyetemen mondjuk egyik diák sem mondta a professzornak, hogy professzor úr, játszik a generátorelem. Föltetszett rajzolni egy színuszt, és mi kelti ezt a színuszt? Jó, hát még egy generátornál lehet izélni, ugye, hajtod a mágnest, és ide-oda rángatja a drótban az elektronokat. Jó, az ott működik. Ott van generátor, úgy is hívják, hogy generátor. Ott van generátor. Na de azt a hullámot, ami miatt ez leesik, mert ebbe ez hullámokat kelt, az biztos, de ez leesik. Pedig nem mágneses, ez garantáltan nem mágneses. Mit? Nem önálló gondolkodásra tanítanak. Igen, és hogyha hozzá mer szólni, nem kap ötöst. Mert megkérdezi a tanárt, hogy tud ilyen hülyét kérdezni. Tanárról nem volt más a közelben. Tessék, Pancsó. Még egy fontos dolog. Nem a generátorbeli események, vagy fizikai jelenségek, és csak mellékjelenségek. Ezt mindig hangsúlyozzuk. Hogy az elektromos hatás is egy mellékjelenség. Másodlagos jelenségek. Az elektromos hatás, a mágneses hatás, az elektromágneses hullámok, ezek fontosak, léteznek. Én nem mondom, hogy ezek nem léteznek, csak másodlagosak. Meg kell keresni, hogy mi a primér a világban, mi a legindulóbb valami. Mert azt kell megérteni. Ha azt megértjük, és onnan kezdjük felépíteni a gondolatmenetünket, akkor senki soha nem tudja azt megdönteni. Mert ebben logika van, rendszer van. És itt a logikát, felejtsd el azt a logikát, amit tanultál a gimiben, ez a felejtsd el. A logikától igen messzire van. Ez olyan, mint az IQ-teszt. Szóval az IQ-teszt sem, én IQ, én, hogy mondjam neked, igen magas IQ-jú embereket ismertem sokat, ilyen IQ bajnokokat, meg egyébeket, egy se volt a feltalálók listáján sehol. Na most, hogyha olyan baromi magas az intelligenciája, akkor miért nincs ott a szabadalmi hivatalban 30 szabadalma, mondjuk. Mert nincs. Hát ezek ottan tetszelegnek abban, hogy ők tudják a történelmet, meg tudnak-e, mit tudom én, adatokat, mint egy ilyen nagy adatbázisod van, és jól tudod kezelni. Hát jó, rendben van. Akkor te egy jó telefonkönyv vagy. Vagy egy jó CD. De gondolkodni önállóan kell létrehozni dolgokat, és ez nem egyszerű. Na, hozzunk létre önállóan dolgokat. Tehát kellene egy forráselem. Milyen lehet? Mekkora lehet ez a forráselem? Hát túl nagy nem lehet, mert a fénykvantumokba is kell ilyet rakni, az atomokba is kell ilyet rakni, mert mindenben, ami létezik, kellene ilyet rakni. Mert minden, az atomok is dinamikusak, a fénykvantum is dinamikus, tehát ezekbe már bele kell rakni ezeket a parányi valamilyen kis forrásocskákat. Milyen lehet ez a forrás? Tudunk-e róla valamit? Ez a kérdés. Igen, nagyon sokat tudunk róla.
le vannak írva a régi könyveinkben, néha szent könyveknek vannak ezek mondva, a tudás valóban szent, ami benne van, de semmi köze nincs ahhoz a szentséghez, amit a templomokhoz magyaráznak. De nem a templomokhoz nincs köze, mert ott tele van ilyen dolgokkal az egész, avval van díszítve, tehát nem arról szól a történet, hogy a templom rossz hely lenne, hanem csak arról szól, hogy már aki ott tanít, már nem tudja, hogy hogy van. Nagyon érdekes volt. Múlt héten az Ákos tartott előadást. Milyen? Jó volt az előadás? Jó volt. Ákos tartott előadást. Ő a német tanárunk, meg német fordítónk, meg német idegenvezetőnk, meg ő írta a középszótárat többek között a német középszótárat. Tehát azért úgy ott van a srác a németben. És ő tanította például a német nyugdíjasokat időfizikára. Idegen vezető volt, abból élt, hogy ilyen buszokkal járkált, és akkor vitte Pécsre, vitte mindenfele, vitte az embereket, ilyen látványosságokat megnézni. Ilyen idegen vezetőként dolgozott, és a Pécsi zsinagógában elmagyarázta a németeknek, hogy működik a gyertyatartó, hogy annak miért van annyi ága, miért van rajta a samezgyertya, miért van ezek? Elrohant a rabbi, hogy ezt maga honnan tudja? Mert én sem tudom. Tudnék, a rabbi sem tudta már, hogy ez miért van rajta. Az megvan, hogy mit kell csinálni, de ő azt is elmondta, hogy miért. Ezért arról a gyertyáról kell szépen sorba meggyűjteni, megfelelő sorrendbe a gyertyákat. Nem az, hogy sorba meggyújtod a gyertyákat. Mert ugye egy átlagos ilyen gyertyagyújtogató szépelgő mit csinál? Vesz egy gyertyatartó, beledugdossa a gyertyákat, és akkor szépen meggyújtogatja rajta, és elnézi, ég a gyertya, ég, jaj, de nagyon gyönyörű. De arra már nem gondol, hogy annak van egy tánclépése, ami szerint a gyertyát meg kell gyújtani, és ez nem babonoám, hanem a tüzek meggyújtása, ami a misztikában megvan, a tüzek első meggyújtása, a tűz második meggyújtása, ez ott van a misztikában. Mindenki olvassa, csorog a nyála a nagy ezértől, a nagy titokzattól, csak egy nagy baj van, püdös rohadt szót nem ért belőle. De mondja, olvassa, tanulja, csak nem érti. Na már 1000 éve nem érti senki, úgyhogy nem kell izgulni. Tehát nem az van, hogy te nem vagy elég okos, dehogy nem, okos vagy. Mint ahogy nem jöttek rá, itt van 10 000 fizikus nem jött rá, hogy kihagyták a forrást a függvényből. Hány fizikus van ma a Földön? Hát a valahelyett összes fizikusoknak a 95%-a minimum kortársunk. Mind élnek még velünk együtt. Annyi fizikus van. Dunát lehet vele rekeszteni, annyi fizikus van. Csak egy nagy baj van. Egy nem mert fölállni, és azt mondani, hogy mesztelen a király, kilóg a töke. Senki nem merte. Mert félnek, hogy kicsapják is, és mit tudom, eltanácsolják az egyetemről. A fura ura. Ugye? Na, nincsen apám, mert sem ér. Hát ez is olyan, hogy ez is egy olyan dolog, hogy József Attilát is kidobták az egyetemről, most miért? De én is úgy vagyok vele, hogy egész népemet fogom nem középiskolás fokon tanítani. Mert hogy hát én is fizikusnak jelentkeztem az ELTE-re egyébként, és fel 5-ösre vizsgáztam, szóval nem a felvételin, tehát szó sincs arról, hogy nem feleltem volna ott meg, de aztán mégis a pontszámok, meg a izék, meg vergődtek állandóan velem, mert hogy nemesi családból származtam, meg orvos volt az apám. Én 2-szer láttam az apámat. Hát mi közöm volt nekem ahhoz? De mégis, mivel az volt az apám, ezért nem akartak fölvenni az életemre az elvtársak. Hát most mit mondjak erre? Hát én egy olyan szegény gyereknek nőttem föl, amilyen szegény csak lehet. Grófi létemre olyan családban nőttem föl, hogy a szegényen nőttem föl, a csuda. Tehát, hát persze azok voltak a legjobban, meg örült, nem a messzes gödörbe végezte. Nagyon örülhetett. Mert akkor azt hitték, hogy meg kell fordítani a piramist, és az úgy rendben lesz. De nem lesz rendben. A nemesek nem attól voltak nemesek, amit itt magyaráznak, meg magyaráztak nekünk. Emlékeztek, öregek, emlékeztek rá, mit mondtak nekünk? Hogy micsoda gonosz, galád dolog volt, hogy mennyi sápot szedtek a szegény emberektől, 10-et fizettek, 30-at fizettek, emlékeztek erre? És jöttek, és behajtották rajtuk a 10-et, ezek a gonosz, kizsarolták, ezek a kizsákmányolók, és
Gyerekek, ha tizedet meghagynak most, akkor már marha jól járunk. Hát gondold végig. A hasznot 90%-át elviszik adóba legalább. És amiről azt hiszed, hogy nem viszik el, azt is. Mert hogy még bemész a boltba, ott is, még a csecsemő is adózik. Veszel neki egy zacskó tejet a gyereknek, azt már komoly adóval meg van terelve. Nem fizetik vissza a gyereknek. Adóznak nálunk a csecsemők. Ezt nem vettétek észre? Régen azért az elvtársak idejével legalább még volt csecsemő tej, amit egyre adtak ugyan, de a gyerekek azok ilyen 50 filére kapták a tejet, vissza ilyen olcsón. Hát azt azért most is meg lehetne, hogy most kiöntögetik a tejet, a rengeteg tehenet azért vágták le. Na mindegy. Tehát lesz ez még jobb. Na a lényeg, hogy kellene egy generátorelem. Milyen lehet a generátorelem? Talán mind ismeritek. Ezt mindegyikötök ismeri, ugye? Ez a végtelennek a jele a matematikában, az a fekvő 8-as ez. Mindegyikötök ismeri. Mi ennek az érdekessége? Ez egy lemniszkáta igazából, ugye a matematikai, a geometriai meghatározásokban. Ez egy lemniszkáta. De mi ennek az érdekessége, hogy itt irányt vált? Lehetne ebből felületet csinálni? Lehet. Mert ez sík. Ezen túl kéne lépni, ezen a sík valamin, hanem valami más kellene. A világegyetem egy akkora nagy kamuval kápráztat el minket, amikor a kamut el sem tudsz képzelni. Kamu. Nem igaz. Káprázat. De jól meg van csinálva. Jól meg van csinálva. Hogy is van? Hát, akkor most inkább ilyet rajzolok föl. Erről mi jut eszedbe, hogyha ide rajzoltam? Ne a női fenékre gondoljál, hanem mi jut eszedbe? Alma. Így van. A mitológiánkban mindenhol alma és paradicsom szerepel, de minden mitológiában szinte szerepel az alma, meg a paradicsom. Már ahol van alma. De azért a hunnépeknél van alma, a hunnépeknek az alma szava, az végig Törökországban még alma, ugye? Értik az almát Törökországban, de elmész egész Kínáig itt végig a mérsékelt égövbe, amerre hunok éltek valaha. Alma-ata például, csak úgy mondanám, hogy alma-ata, és aztán mész tovább, az a Kazasztánba, de még tovább mész az ujgurokhoz, azt az almát, amit harapsz, amit eszel itt, azt is almának hívják. Így is mondják, hogy alma. Tehát az alma szó ismerős vége az egész mérsékelt égövbe, az összes hunnép almának hívja. A szlávok nem, az jabloka, ugye? Vagy apfel, vagy mit tudom én. De nem alma, nincs hasonló hangzása, de ezek a régi hunnépek, ezek mind almának hívják. Olma, alma, de a hangzás is olyan egyszerű, hogy rögtön adj egy olmát, hát akkor gondolhatod, hogy nem más kér. Akkor ott van az alma, akkor itt van, tessék. Tehát tudod te azt, hogy mit kell neki adni, hogyha azt mondja neked, hogy kérek egy olmát. Jó van, tessék egy olma. Tehát ezt még megértjük. És ezek a népek nem csak a hangzásuk alapján, nem csak a hangzásuk alapján rokon népek ám, nem csak a genetikájuk alapján rokon népek. A ragragozó népeket keresd. Azok az ős népek. Mindig azt keresd, amelyek a ragot is tovább tudják ragozni. Mindig abban szoktam bosszantani a fordítókat, hogy fordítsd le nekem azt, hogy megszentségtelenítetetlenségeteknek, mondjuk spanyolra, olaszra, na fordítsd le. Nem lesz könnyű. Ugye? Te jól tudsz olaszul, de nem lesz könnyű. Elkáposztástalanítatatlanságotoknak, vagy mit tudom. A maraságokat lehet mondani magyarul, de értelmeset is. De nem csak mi tudunk ilyet, azért mondanám, hogy a finneknek van 1800 karakterből álló szavuk is. Az egy egész oldal. Végig egy gépelt oldal, olyan hosszú szavuk is van. Tehát ilyet is képesek mondani, ami jelez valamit. Rokonságot jelez. Nem azonosságot, de rokonságot. A ragragozó népek a régi népek. Nem az egyszerűsítő népek a régi népek, hanem azok, akik a bonyolultak. Tessék már észrevenni, hogy a bonyolult felől egyszerűsödik, és nem pedig fordítva. Mert azt gondolnád,
hogy hát ahogy tanulunk, meg előbbre jutunk, mindig bonyolultabb és bonyolultabb lesz. Igen, hát hogyha úgy millió éveket végignézel, akkor igen. De rövid távon csak bomlás van lefelé. Tehát nem, hogy emelkedne, hanem süllyed lefelé. Nézd meg! Lehet, hogy jobb ruhába járunk, lehet, hogy jobb széken ülünk, lehet, hogy jobb a padló, tehát ez lehet, vagy jobb tábla van, vagy jobb golyostól, vagy filctól van a kezemben, mint ezelőtt 30 évvel, de nézd meg, hogy az átlagember beszédstílusa az mennyit romlott. De azt nézd meg, és akkor ráfogsz egy átlagembert. De ilyen húgyos Józsit, ilyen izét, tudod, aki ilyen valahol a kocsma szélén szédeleg. Azt akkor megnézheted, hogy összesen 200 szóval, ha beszél, akkor sok. Most ne azt nézd, hogy káromkodik, mint egyáltalán a szókincs sem ilyen rövid és kicsi. Annyi idő van már? Nem, még csak 8 óra van. Tehát, visszatérve, egy olyan valamit, egy olyan felületet kell neki találni, ami a közepére érve 180 fokot fordul. A közepére érve 180 fokot fordul, az egy milyen felszín? A Möbius szalagot ismeritek? Ki nem ismeri? Bátran fölteheti a kezét, nem köfén. Jó, akkor ki ismeri? Jó van. Na, jó van. Csak azért, hogy a Möbius szalag az egy olyan papírszalag, amit nem így láncba ragasztok össze, hanem egy felet csavarok rajta. És ragaszt össze. Otthon csináljátok meg, gyerekeknek is mondom, felnőtteknek is. Otthon senki nem látja, nyugodtan eltéveszteted, jó? Mert ez nagyon fontos. Hogy ne lássa senki, hogy tévedsz. De menj, ne spóroljatok. Tehát ne azon, hogy tudom. Megmondom miért. Mert a feladatban most lesz egy kis csavar. Vágjátok ketté a közepét, és egy darab gyűrű lesz belőle, nem kettő. Próbáld ki. Egy gyűrű lesz. Azt gondolod, hogy akkor kettivágom a közepét, kettő lesz. Egy gyűrű lesz belőle, de három csavarodás lesz rajta. A negyedik az a karika maga. Igen. Na most próbáld ki otthon. Tehát fogsz egy szalagot, ilyen hosszú csikot vágsz, egy ekkora A4-es papírból már meg lehet csinálni, egy ilyen szélit újság papírból is meg lehet csinálni. Nincs, mit tudom, A4-es papírot. Tehát akkor vegyél egy csomagoló papírt, egy akármi, egy kicsit erősebb papírt vegyél, és ragasztót próbálj meg előkaparni, lehetőleg nem celluxot. Azzal is meg lehet csinálni, nincs más, de jobb a ragasztó, mert a ketté vágásnál lehetnek szétesési problémáid, de a ragasztóval van, akkor nincs. Ha a közepét vágod el, pont, akkor lesz egy nagyobb karikád. Na most az a nagyon érdekes, hogyha ezt a nagyobb karikát ketté vágod, akkor mi történik? Akkor már két karika lesz belőle, igen. Bizony, meg akkor már attól kezdve mindig, ha ketté vágod, még azt is, az mindig megkettőződik, abból mindig kettő lesz. Először nem. Az első vágásnál ott biztos, hogy csak a csavarodás növek. De hát ez egy nagyon fontos. Mert ez azt jelenti, ez mi ennek a Möbius szalagnak a lényege? Hogy egy oldala van. Tehát igazából ez egy bolond felület. Gondold végig, elindulsz az egyik oldalán, de mivel a fél fordulattal megfordítottad, átkerülsz a túloldalra. De nincs túloldal, mert ugyanazon az oldalon mész, és visszaérsz oda, ahonnan elindultál. Húzol egy golyostól egy vonalat, kipróbálhatod, húzod rajta, és vissza fogsz érni a golyostól vonalatba, a fenébe. Azt a vonalat utána mindig a közepén húzod, akkor szépen azt a vonalat kettévágod, akkor lesz az, hogy lesz belőle egy nagy karika. Azt is kettévágod, akkor lesz belőle már két kis karika, és ez nagyon fontos eleme a világnak, mert ez a működési alapelve, hogy az első felhasadás más, mint az összes többi. Ez a világ működésének az alapelve. A másik, az egyoldalúságnak is van egy hihetetlen fontossága, mert ez az oszcilláció alapelve, erről még nem beszéltünk sose. Tehát ezt igazából pontosan csak a komplex síkon lehet leírni, vagy komplex térben lehet leírni, ott lehet pontosan ezt definiálva leírni, de az alapelveket azt meg lehet érteni bonyolult matematika nélkül is. A lényeg, hogy van egy egyoldalú, de most már felületünk. Ez az alma felület, ez arról jellegzetes, hogy ebben a pontban itt, az a közepén van bent, az almának, a magháznál.
A magházat tudod, hogy hol van az almában, bent középen. A magháznál annak is a kellős közepébe fordul egyet. Ott már csak egy szál vékony, tehát ott már nem felület. Az alma felületén megyek, egyre szűkül, belemegyek a csumájánál, ott már egészen szűk, és aztán bemegyek egész a magházig, ezt gondolatba folytatom, és ott ez a tölcsér a végén már csak egy szállá szűkül össze, ott fordul, ott kereszteződik, mint a lemniszkától, amit rajzoltam, ez itt kereszteződik, tehát ott fordul át, és ott a jobbból bal lesz, a kintből meg bent. Tehát ez annyiban tér el a Möbius szalagtól, hogy ennek igazából van egy kintje, meg egy bentje. Úgy egyébként nagyon érdekes matematikai problémákat vet föl, hogyha vektorokat rajzolsz mondjuk a Möbius szalagra, mert hogy azok kioltják egymást, tehát akkor tulajdonképpen nullára kioltják egymást végig, csak úgy gondold végig. Mert hogy ha vektorokat állítasz rá mindig, de körbeérsz, akkor a másik oldalon is jönnek a vektorok lefelé, tehát mindig kioltják egymást a vektorok, akármennyit is raksz. Nullára. Tehát csak mondanám, hogy matematikailag ez egy nagyon bolond helyzet, nagyon bolond. Nem nagyon szoktak vele foglalkozni, el is sunyizzák. Mert ez topográfiailag is nagyon húzós, inkább félresöprik. Jó, vannak profik, akik nem, de csak a profik. De már a tananyagban már kerülgetik, mint a macska forrókását. Már nem nagyon foglalkoznak vele. Hát mondjuk ilyen gimnáziumban már meg sem említik. A Möbius szalagot nekünk még megemlítették, de nem részleteiben. Tehát ragasztatok ott a Möbius szalagot, és egy ollóval vágjátok ketté, próbáljátok ki. Most azt is próbáljátok, hogy csináltok egy másikat, és ne a közepén vágd el, hanem az egyharmadánál. Na, az is egy nagyon érdekes eredményre fog jutni. De vágod, és mindig azt a távolságot tartod. És akkor így nagyon érdekesen többször körbe fogsz jutni a Möbius szalagon, nagyon érdekes lesz az eredmény. Azt is csak ajánlom. Nem mondom el előre az eredményt, hogy élvezzétek. Én sokszor azért nem mondom meg nektek a megoldást, mert ha megmondom a megoldást, akkor nem hagyok nektek teret arra, hogy ti fedezzétek fel. Tehát az a tanár, aki minden megoldást megmond a gyereknek, az hülye. Hát az a jó tanár, aki érdekes feladatokat talál ki a gyereknek, nem unalmasat, érdekeset, és járatja az eszét a gyereknek. Arra a mai tananyag, hát az már egy lószarra semmi. Az már van benne ott, itt-ott, ahol van egy kis ilyen értelem, de hát már azért, hogy mondjam, hát én nézegettem a fiainak a végét, többször ugye több hullámba jöttek a gyerekek, és több hullámba mindig ki kellett járnom az elsőt, a másodikat, a harmadikat, mindig ki kellett járnom, ugye, mert mindegyiket otthon izélni kellett, korrepetálni, kikérdezni, mindig kijártam az iskolákat sorba, és hát ugye szépen többször is kijártam így, mert ugye előző családom is volt, azok fölnőttek, lett egy újabb. De ez jó, hogy így van, csak az a lényeg, hogy én nekem mániám a gyerekeket nevelek, mert imádom a gyerekeket. És tényleg örülök neki, hogy hát ugye, mert egy férfinak mi a dolga? Nem ez a dolga? Meg egy nőnek, nem ez a dolga? Hát közben csinálhatsz mást is, attól te még a legjobb matematikus is lehetsz. De hát kinek adod át? Ugye ez a kérdés, ha nincs gyereked, kinek adod át? Az összes, amit összekaparsz magad alá, ki a franc fogja azt a végén, az államnak leadják, vagy azért, érted? Tehát a lakásodat, a mindened, nincs gyereked. Odaadod az államnak? Nem biztos, hogy akarom. Van, amelyik államnak szívesen odaadnám, de hát ennek speciál nem. Tehát jobb az, hogyha a gyerekek öröklik. És itt ez a fordulópont a lényege, tudnilik, amikor azon áthalad, a kintből bent lesz, a bentből meg kint. Amikor eléri a fordulat, mert csavarodik ez az egész időrendszer, ez egy időrendszer, egy áramló időrendszer, így magába áramlik, és amikor eléri a félfordulatot, akkor a bentből kint lesz, a kintből bent, és akkor megnyilvánul, úgy mondják, hogy megnyilvánultá válik. Amikor megnyilvánul, a világ számára elkezd kiáradni az a vízelem. Tehát azt hívják a káosz első titkának a vízelem. A vízelem az idő első megjelenési formája. Addig mi van? Ameddig nincs vízelem, mi van addig? Nem semmi. A forrás nem semmi.
Csak a források vannak, de még nem buzognak. Tehát már maguk a megnyilvánulatlanok megvannak az univerzumban, de még nem nyilvánultak meg, akkor addig azok még a világ számára csak egy parányi, a porszemnél is milliárdszor kisebb valamik, tehát a világ számára nincs semmi. De csak a világ számára kifelé nincs semmi, mert van valami, és ezek a források. Hogy hány van, nem tudjuk. De a Földön kívüliek azt mondták, hogy 10 van. Összesen 10 eredeti van, 10 originális van. Ezt tanították nekem. És az azt jelenti, hogy 10 darab, az ennyi, az nem sok. És ebből keletkezett az egész világegyetem, ebből a 10 originálisból. Na de hogyan? A materialista az nem tudja elgondolni, bajba is van, de a vallásos sem tudja. Mert azt mondja, hogy az Isten magából csinálta az univerzumot, a vallásos. És neki igaza van, az Isten tényleg magából csinálta az univerzumot. Ja, hát akkor jön a magyarázat, értjük, ha levágta a kezét, ebből csinálta a földet, levágta a lábát, abból csinálta a holdat, értjük. Mert a materialista csak így tud alkotni, hogy már kész van az anyag, és akkor magából levág egy darabot, ebből csinálja ezt, abból csinálja azt. Tehát, hogy mindig levág magából, darabol egy kicsit magából. A népmeséinkben is megjelenik ez, csak majd figyeljetek. A tíz originális. A tíz originális. Ezek mindig voltak. Tíz, nem porszem, ez 10 időforrás. Nincs anyag még. Nem is létezik. Semmilyen anyag, se fény, se anyag, se semmi nem létezik abból, amit ismersz, még semmi nincs. Tehát van a baromi nagy sötétség, meg a sötétségben lebeg egymástól teljesen tök függetlenül lebeg 10 forrás. Aztán egyszer csak ting, az egyik eléri a csavarodás szintjét, és ting, megnyilvánul, elkezd kiáradni fénysebességgel belőle az ő eszenciális léte. Az eszenciális lét, az befele is megnyilvánult, de nem jött kifelé. De most kifelé kezd jönni. Ez egy közeg. Nagyon fontos, hogy ami ott kiárad, az a vízelem, az nem ivóvíz persze, vagy nem H2O, hanem az időnek az első megjelenési formája. Mert van egy megjelenés nélküli formája, amiről beszéltünk, az a forrás. Amikor még nem buzog. Aztán, amikor elkezd buzogni a forrás, akkor lesz belőle vízelem, és ez a vízelem gömbszerű. Abszolút gömbszerű. De meg lehet, hogy nem gömbszerű, hanem milyen? Tojás. Tojás, vagy pedig ilyen alma alakú. Nagyon sokszor jelenik meg a fizika függvényeiben ez az alma alak már. Mondjuk a fekete lyukakat kicsit nézegeted, mondjuk, hogy mit mond a Stephen Hawking professzor, aki az egyik legnagyobb kozmológus most a Földön. Nagyon hasonlítunk egymásra, mint a bátyám lenne, annyira hasonlítunk egymásra, csak ő szegény egy tolókocsiból is csak ennyit tud mozgatni egy kezén. Azt annyi, ez az összes képessége. Ennek ellenére azt javasolták neki az orvosok már 22 éves korában, hogy nem éri meg a 23-at. Na most 66 körül van, vagy mit tudom én, 66-67, és még mindig él, most már nyugdíjba ment. Most ment nyugdíjba. Egy rettentő jó. Ezt lehet tudni, az nem mozdulatlan, az nagyon is mozog. Így nincs neki ideje hülyeségekkel foglalkozni, hanem csak a munkájával foglalkozik. Hát a jó kis székezláncolós büntetés kapott az élettől, de azért volt neki felesége, volt két felesége is. Szóval voltak élete, volt valamennyi élete is, fizikailag is, hogyha ezt nevezzük életnek, hogy van feleséged. Mert csak a házas ember tudja, mi az igazi boldogság, ugye? De addigra már késő. Tehát akkor már megtudja, hogy na ez volt az, de most már kész. Tehát az a lényeg, hogy itt van egy ilyen nagy szőrös bunkot ide rajzolok. Ez a jelen az egész rendszerben, és ez az áramló pedig egy időrendszer, és ez az időrendszer, ami így áramlik önmagában mindig visszatérve, ez az idő lényege. És ez egy minden második ilyen fordulatnál átfordul a kint a bentbe, a bent a kintbe, tehát akkor keletkezik belőle egy már mindenki által nagyon jól ismert motivum, ez a
ezt a motivumot azt biztos ismeritek. Most én aszimmetrikusat rajzoltam, mert nem fér el a papíron, de ez egy teljesen szimmetrikus motivum. Ezt mindig lukalakkal ábrázolják, nagyon lényeges, vagy az esetek túlnyomó többségében ez luk. Tehát ez ki van vágva valamiből, ennek van egy másik változata is. Ezt is igen gyakran lehet látni, ez is luk. Csak úgy mondanám, hogy a székely nehéz, nagy faszékek hátulján, az a, ismeritek azokat a rusztikus faszékeket, na azokon, azoknak a hátulján gyakran használják ezt a motivumot. Egy luk van, pont a, itt a hátad közepére esik. És van annak valami ezoterikus értelme? Hát oda vonzza először is a forrás erejét, mert a hasonló vonzza a hasonlót. Oda vonzza a forrás elejét, és hát annak dőlsz neki. Most ősz azon a baromi kemény, nem ám szivacs meg, nem, egy baromi kemény fa tákolmányon, és jól érzed magad rajta. Ó, de nagyon érdekes. Jól, erővel tölt föl. Megerősödsz, nem hogy legyengülnél, hanem fizikailag érzed, hogy megerősödsz. Hát tudták, ezek beavatottak voltak ezek a nagyapáink még, ezek még nem ilyen rohangáltak ilyen IKEA bútor után, hanem ők pontosan tudták, hogy mit kell csinálni a bútorba. Na igen, azt ő pontosan tudta, hogy azt miért kell olyanra csinálni, miért kell a mennyasszonyi ládára ezt ráfesteni, meg az akár, ezek nem véletlenül voltak, nem csak díszítő elem volt, dehogy is. Mindent abba rakott bele, mondjuk a mennyasszony ládába, azt használták ilyen szekrénynek. Belehajtogatták a ruhákat. Rácsukták. Na most, ha olyan motivumokkal volt tele festve, megint csak az az elv jött létre, ugye, hogy a hasonló vonza hasonlót, tehát a Szentléleknek a jelét rajzolták, nem a jelét, hanem a formáját is. Tehát azok a rajzok, amik igencsak elterjedtek, azt mindegyikőtök ismeri. Jó, akkor fordítsa. Csak fölülre tudok rajzolni, mert alul már nem látja senki. De majd így. Hogy volt ez? Nem. Már nem tudom lerajzolni. Nem ilyen, mert rosszul rajzolom. De ezt a hatszínből világot emlékeztek, rajzoltuk körzővel. Nem ez volt, hanem a hatszín, nem tudom lerajzolni most. Egy körzővel rajzolgattuk, amikor körzőt vettünk a kezünkbe, ezzel mindig szórakoztunk. Hogy ilyen hatszínmú világot rajzoltunk. Mindig, ahol metszette a kört, oda beszúrtuk a körzőt, ugyanazzal a körzőnyílással megihúztunk egy évet, megint, és lett belőle egy ilyen szép hatszínmú világ, egy mandala, de már gyerekkorunkban ezt rajzolgattuk. Sőt, gondolom a fiatalabbak is rajzolgatták már ezt. Rajzolgatta már ilyen virágot körzővel? Ugye? Még, tehát ő fiatal, igencsak. És hány éves vagy? 12. Tehát a legszebb férfikor. Tehát, fiú vagy? Jó van akkor. Jó, az nagyon lényeges, mert képzeld, hogy azt mondom, hogy is közben ő lány, nagyon cikki. Tehát, de egyébként fiúnak néz ki, szóval nem lányos a kinézésed. Tehát van egy ilyen hatszínmú virágunk, és ez a hatszínmú virágunk, ez az életvirága. Miért hívják vajon az életvirágának? Mert az élet ebből fakad. Minden élet ebből fakad. De ez nem azt jelenti, hogy van-e a réten egy virág, amiből jön kifelé az élet, szóval ne ilyen egyszerűre gondoljál, hanem van egy valamilyen hatos szimmetriájú valami az univerzumban, tőlünk akárhány milliárd és milliárd kilométerre, van valahol az univerzumban, tehát nem a Földön kell, hogy legyen ez föltétlenül, hanem akárhol nagyon messzire, a galaxis közepén, meg még a metagalaxis közepén van valahol, és ez a hetet-hét országon túl, meg az operenciás tengeren is túl, meg ott, ahol a kurta farkú malasz túl, meg az üveghegyen is túl, de majd mindjárt jutunk az üveghegyhez is. Tehát ez a valami, ez majd a Szentlélek lesz. De még mielőtt a Szentlélekhez eljutnánk, el kell jutni magához a Teremtőhöz, mert a Teremtőnek az egész világot megteremtési lehetősége
az csak nagyon szűk tartományban, intervallumban történik, és csak nagyon nagy szerencse kell hozzá. És mit olvasok a Védák könyvébe, hogy a Bráma trónusának a jobbján ott ül Fortuna. A Bráma trónusának a jobbján ott. Na, Jézus trónusának a jobbján. Tessék észrevenni az analógiát? Hogy arról is magyaráznak, hogy aki a jobb keze felül ül meg mi. Ha, vajon miért? Aztán ilyet olvasok, hogy az Isten a jobb kezével csinált balos dolgokat. Mi a csuda ez? Nem, ha valaki egy kicsit beleolvasott az atomfizikába, akkor tudja, hogy az atomok balos forgásúak. Balos, az anyag, minden balos. Az antianyag jobbos. De ez az anyag, ami itt van, amiből a mikrofon van, vagy a kezem, vagy a golyos, vagy a filctól, ez az anyag, ez balos anyag. A női, a máter, az pontosan ez. Tehát az anya és az anyag szavunk az tényleg rokon egymással. Van egy olyan szavunk is, hogy a balsors jobbra fordul. A balsors, igen, persze. Így van, így van, így van. De van, amikor a himnuszból a balsors. Tehát szoktuk egymásra mondani, úgy nézel ki, mint a himnuszból a balsors. Tehát a lényeg, hogy van egy hadszínű világ, de még mielőtt elérnénk idáig, azt a pici forrást, ezt a kis forrást, azért mutatnám ennek a magyar megfelelőjét. Egy vonalra húzom. Ismeritek? Ez egy abszolút régi magyar jel. A Hungár Hotelsnek valamikor ez volt az emblémájába, ez a jel. Most a Budapest Banki ilyesmi, de ez fönnmarad, ez mindig megmarad, vagy itt vagy ott, de mindig látod. Persze. És akkor ez a pici, ez egy forrás, ami egy önmagába visszatérő létezést csinál, egy kettős rezgést, egy itt-ott lévő rezgést, amivel az összes népesség hogy kezdődik? Hát ezzel, a teremtéssel kezdődnek a népmeséink. Szépen minden népmese elején el van mondva a teremtés. Majd ezeket tessék észrevenni. Hát a gyerekeket mire tanítottuk? Hol volt, hol nem volt. Ugye ezzel kezdődik minden mesénk. Mi ez? Egy oszcilláció. Egy rezgés. Egy méghozzá nem a szokásos, nem az, mint egy anyag valami rezeg. Itt nincs még anyag, hanem az idő rezgéséről van szó. Két létezés között kezd az idő csámpázni. És az egyik oldal, másik oldal. Tessék észrevenni, hogy azt hogy hívják a magyarban? Más világ. Tehát az oda át van. Úgy is mondják, hogy az oda át van. A más világ az oda át van. Hol van az oda át? Ugyanitt. Tehát ne keressél valami helyet, mert az ugyanitt van. Csak miért nem látjuk? Mert mi ebben a rendszerben vagyunk, és ez meg egy másik. Nem egy másik, ugyanez a rendszer. Tehát van egy Steindl-Erik abban a rendszerben, aki pont a te tükörképed, és az ugyanott ül, ahol te, ugyanolyan széken, csak jobbos, és akkor van, amikor te nem vagy. Csak ez a dolog iszonyú gyorsan váltakozik, olyan gyorsan, hogy azt hiszed, hogy te mindig vagy. Nem, te csak minden második ütemben vagy, de azt hiszed, hogy te mindig vagy. Na aztán még ennél is sokkal, de sokkal bonyolultabb, de ez az oszcilláció, amivel a világegyetem keletkezik. Tehát annak a négyszirmú virágnak, amit az erőfőrajzoltam, ennek a négyszirmú virágnak ilyen nem létezik. Tehát most ezt befeketítem, de nem azért, mert fekete vagy rossz. Tehát mondjuk az egyiket feketére, más meg fehér hagyom, de nem ez a lényege, hogy fekete és fehér, hanem az, hogy egyszerre nem léteznek. Egymást tartják a létezésben, és ez hogy függ össze a szent koronázási jelvényeinkkel például? Hát ha megnézed a koronánkon, ebből legalább 40-50 darab van. Ebből a zábrából. Tessék majd észrevenni. 40-50 darab ilyen bindu van. Ezt a keleten mi bindunak hívtuk, a németek binde néven ejtik. Binde
az egy ilyen láncszemet jelent. Kötést, lánc, tehát ilyen összefűződött valamit, de ez láncszerűen van kötődve, tehát a két erő nem tud egymástól elszabadulni, de nem azért, mert nem szeretik egymást, nem erről van szó, hanem nem is léteznek egyszerre. Tehát hogy szabadulni kell attól, amit sose látok? Tehát ez benne a borzasztó érdekes, hogy ez a pici kis létező, ez váltakozva létezik. Ezen az oldalon, azon az oldalon, ezen az oldalon, azon az oldalon. Téged is kelt, az anyagodat, mindenedet, és amikor átmegy a túloldalra, akkor is téged kelt, de azt te nem ismered, azt a másikat, aki ugyanott ül, ugyanolyan széken. Miért mondom, hogy ugyanolyan széken? Mindjárt. Miért mondom, hogy ugyanolyan széken? Nem lehet más, hát gondold végig, olyan baromi gyorsan oszcillál, hogy nem lehet máshol, nem kelthet mást. Hát csak ugyanott lehet. Tehát egy ugyanilyen világot csinál a túloldalon is, ami ugyanígy működik, ugyanúgy jön-megy, ugyanaz, mindenhol ott vagy te is benne, és nem tudsz te olyat mozdulni, hogy az ne utánozzon téged. Hát hiszen a te atomjaidat keltő források keltik az ő atomjait is, csak ez olyan gyorsan csinálják, hogy neked esélyed nincsen arra, hogy te arrább menjél, hanem ez valami egészen fantasztikus, tehát már eljutottunk a forrásig, és most már tudjuk, hogy a forrás itt és ott létezik, ez a forrás. Mit akartál még, Erik, mondd, kérdeznek? A triposságnál, a felújított romoknál alul van két kő, blokk, és az egyik az ez, a másik pedig egy befele forduló, pont egy invertere. Lefotóztam, majd szívesen. Köszönöm szépen, nagyon szívesen látom a felvételt, mert hogy mindjárt szünet lesz. Tessék, parancsolj! Van az a mesekedet, hogy egyszer volt, hol nem volt. Annak a helyes kijelentés az, hogy egyszer volt, hol nem volt, egyszer volt, hol nem volt. Melyik a jó kijelentés? A nem volt a lényeg benne, de az is van a mesék között némelyikben, hogy de amikor nem volt, akkor is volt valahol. És ez a frankó megoldás, hogy de amikor nem volt, akkor is volt valahol. Jó estét kívánok, Sáfrány apuka! Akkor ott nem, akkor amikor itt van, akkor ott nincs. Tehát akkor ott nincs, akkor az a világ nem is létezik. Az a világ csak akkor létezik, mindig, amikor innen elmegy oda. És akkor kelti azt a világot, aztán ezt a világot, azt a világot. Ezt. Mondjuk, hogy egyszer volt, akkor hol nem volt. Tehát ez egy egyidejűséget szimbolizál, hogy amikor itt volt, akkor hol nem volt. Igen, ezen el lehet gondolkozzatok el rajta, ez egy jó, nagyon jó kis fogaskérdés. Tessék, parancsolj! Azt mondtad, hogy ugyanolyan a kettő. Igen, csak tükörképek. Nem tudom, hogy melyik az eredeti, hogyha nincs eredeti. Mind a kettő eredeti. Egyszer apa, egyszer anyavilág, tehát a túloldalán ott vagy te, összes hajszáladdal, az összes atomoddal, ott vagy, jössz, mész, gondolkodol, és ugyanazt csinálod, egész pontosan ugyanazt csinálod, mint a túloldali. Csak hogy ő a tükörképed. Na, tükröződjünk egy kicsit ki a büfébe, és akkor innen folytatjuk.